mondtam, hát erről semmiféleképpen nem akarok beszélni, ez egy privát magánügy. Hát ha elmondanám a történetet, akkor úgy szólna, hogy de hát egyáltalán ez valakit érdekel? De onnan is kezdjem el? Oké, jó, ő a francia lány. Meghívást kaptam egy hajóra, a szerződésben az állt, hogy énekelnem kell. Átszeltük az óceánt, így énekeltem, arról pedig tudtam, hogy Floridába jönnie kell. Finom úri vendégekkel érkezett, volt köztük néhány nagynevű művész, ez neki nagyon-nagyon imponált. Különösen Bobby a bűvész. Vártam így, mint őt, hát persze, ha azt még nem mondta volna el, mi nagyon-nagyon-nagyon szeretjük egymást. De hogy a bűvész, ő és én, mi állandóan együtt voltunk, ez egy idő után egy kicsit fárasztott. Ő még ekkor természetesen a jó barát. A lány legalább 4 nyelven beszélt, tudod, a bűvészeknek mindig szükségük van ilyen segítségre, aki fogja a nyulat, a kalapot, a pálcát, a kártyát. Hívta őt is, menjenek, utazzanak a világba, első cél talán Las Vegas, de ő maradt vele. Jamaikában reggae zenét hallgattunk, az nagyon jó. Puerto Ricóban betennek egy nagyon szép kalapot, a Bahamákon együtt fürödtünk, Kolumbiában megszólalt. Februárban lejárt a szerződés, hazajöttem, azóta itt vagyok. Még 3 hét sem telt el, kaptam tőlük New Yorkban levelet. Tájékoztatásul csak annyit közöltek, hogy ott házasságot kötnek. Természetesen Bobby és ő. Au revoir, ennyi a történet. Mademoiselle?
kiszáradt rét. A kreol bőrű angyal a feslet bőr fölé hajolt, felém nézett, intett, s valamit szólt. Izgatottan kattog, kiszáradt orkom, ömlik rólam a víz, úgy innék egy jó ideg szódát. El is indultam a város felé. Negyed óra múlt el, közben a parton már senki sem járt. A kreol bőrű lánynak is nyoma veszett. Ember a világ, a két között.